Charlton Heston, magyar hangja Végvári Tamás. A vadon szava. Írta Jack London. Szereplők: Michel Mercier, Kádinóra, George Eastman, Oszter Sándor, Raymond Hamstorf, Hegedűs D. Géza, Maria Róm, Kovács Nóra, Sancho Gracia, Cseke Péter, Juan Luis Gallardo, Csernák János, és Puck. Fényképezte John Cabrera. Zene Carlo Rustichelli. Írta Peter Welbeck, Win Wells, Peter Yeltsin. A filmet rendezte Ken Anakin. Az indiánok ezen a fagyos vidéken egy kutyaszellemről beszélnek, amely mindig a farkasfalka élén jár. Félnek ettől a kutyaszellemtől, mert erősebb a legerősebb farkasnál, és ravaszabb a legravaszabb kutyánál. Senki nem tudja, honnan jött, és miért van itt. Van. Gyere, siess már! Manuel, vigyázz Polira! Nagyon beteg! Hol van, öreg fiú? Nagypapa, nagypapa! Buck! Buck! Szervusztok, kicsikém! Adj egy puszit! Adjál nekem is! Buck, hogy én mennyire szeretlek! Óha! Azért te is hiányoztam, nagypapa! De jó, újra itt van! Na gyere, kicsikém! Ugorj fel! Hoppá! Bá, nagypapa, hoztál nekem valamit? Ó! Nagypapa, úgy is tudom, hogy hoztál. Tessék. És te, Eliz? Ifjú hölgyeknek nem illik kérdezeskedni. Ó, hát persze. És te pedig egy ifjú hölgy vagy most. Nos, ha ez így van. Gyű! Indulás! Hopp, hopp, hopp! Nézzük meg a kéket. Mi nem is tudjuk itt Kaliforniában, milyen szerencsések vagyunk. Mert úgy tűnik, hogy az embereket teljesen megbolondította az arany. Százezrek kerekednek fel a világ minden részéből. Az útirányuk Frisco és Seattle, onnan pedig egyenesen Alaszka. Ön csodálkozik ezen, uram? Azt mondják, a Klondike folyó egyszerűen tele van arannyal. Itt az útvonal. Vonattal elmennek Seattlebe, és onnan gőzhajóval egészen Skagwayig. Ezt a távolságot akárki megteheti. Csak hogy hiányzik a térképről egy út. Skagway és Dawson City közt. Azon a vidéken átjutni nagyon kevés embernek sikerült eddig. 500 mérföldön át körös körül semmi, csak kő, hó és jég. Na és a hőmérséklet bizony nem egyszer 50 fokkal van a fagypont alatt.
Én mégis úgy érzem, hogy meg kell próbálnom. Néhány évvel ezelőtt talán én is ezt mondtam volna. De hála az égre, két okom is van rá, hogy itthon maradjak. Nagyon szép kis kutya vagy te. Manuel, rakd el a játékokat. Kifordult a sarkából a világ. A kapzsiság az, ami a legjózanabb ember eszét is megzavarja. Hallgass meg ezt. New York-i irodánkban több rendelés érkezett gőzzel hajtott szánkókra. Gondolj csak el, mennyi szenet kell magukkal vinni. Ez se különb. Csak egy ugrás, és ott van, ha léggömbbel utazik. Ó, hogy léggömbbel! Csak egy módon lehet oda eljutni, Jack. Egy jó, erős kutyafogattal. Akinek egy kis esze van, az most ezzel kereskedik. Kutyák, kutyák, kutyák. Magas áron veszek erős izomzatú, hosszú szőrű kutyákat, melyek képesek elhúzni egyenként 100 fontnyi terhet. Kerek $300 egy új funlandért. $500 egy eszkimó kutyáért. Akár azt is mondhatnánk, hogy a mai időkben egy jó kutya annyi aranyat ér, amennyi a súlya. Mindenki boldogan ünnepelt a királyi udvarban, és a vitézek mélyen meghajtották fejüket a bátor ifjú előtt, aki megmentette őket a sárkánytól. És itt a mese vége már. Gyerünk lefeküdni. Jaj, még ne. Még ne. Nagypapa, hol van az a Klondike? Messze fönn, éjszakon, kisbogaram. Rénszarvasok az erdőben, és farkasok. Ó. Jack bácsi is oda akar menni? Remélem nem. Ahhoz bizony nagyon különleges embernek kell lenni, hogy valaki oda eljusson. Nagyon-nagyon különleges embernek. Na de elég, váratollas vár, indulás az ágyba. Na, te nem jössz, Buck. Hol van, öreg cimbora? Te csak őrizd a házat. De semmi éjjeli kirándulás. Na, futás! Egy-kettő! Manuel! Hol kújtorogsz, ember? Nincs sok időm! Manuel! Mi a neve? Buck, ugye szép kutya? Hogy szépe? Ugyan mi lenne szép egy kutyán? Hisz ez csak üzlet. Na és mennyit akarsz? $100. Ugyan ne tréfálj. Legyen 75. Kérem. Legyen 125. Szó se rúgok. Na de többet igazán nem adok érte. Hát ki látott még ilyet egy kutyáért? Várjon csak, mindjárt szorulok. Hoztam még egyet. Gyere le! Megyek már. Te rohadt dögnék, harapsz is. Majd békén. Majd én megtanítalak. Nem hallod? Nézz vissza! Ez itt 500. Yeah. És még 200. 700. Az összesen 700. És még 50. Jack, megvan a pénz, gyere már! Ó, segíts felszedni! Te nézd, mennyi pénz! Ha ha ha!
Most megtanítalak! Esze, te! Esze! Na, még egy! Na! Esze! Esze! Remélem, mára elég volt. Egyél. Ez a tiéd. Ezzel egy pillanat, hogy nem nézek, oda akkor gyorsan van! Gyere már! Mondom, hogy gyere! Meg is a vállamra ezt a bálát! De mondom, hogy lemaradunk! Hát gyere már! Hozzád, hogy mit a kezdődött! Nem lehet egyedül! Hogy már meg, hogy lemaradunk! Gyere már gyorsan! Örjünk utat magunk! Menjetek! Hogy oda nézd, milyen gyönyörű kutyák! Rá a kutyák, kalderók! Kurítsátok a horgalkat! Mit már mész kottam? Látod ezt a sok bolondot? Egy garas nem adnék az életükért. Négy kézláb fognak hazavánszorogni. Már amelyik egyáltalán életben marad. Van, akinek mégis sikerül. Ez csávítja ide az embereket. Ugyan, hagyd már, Pete. Nem is tudod, mit akarok mondani. Rendben van. Bökd ki. Hát jó, nagy pénzt el tud csinálni. Akkora aranyrögöket találtak állítólag, mint az öklöm. Csak úgy a földön. Azért az mégis valami. Legalább próbáljuk meg. Hidd el, bolondoknak való az, Pete. Meg lesz nekünk is a pénzünk, ne aggódj. Leveleket szállítunk, meg élelmiszer. Én végeztem az arannyal. Mr. Tolton! Hozza fel a kutyáit a fedélzetre. Vizessen három dolgot. Rendben van így? Rendben. Na, gyertek! Vigyázzatok! Vigyázzatok! Gyerünk! Várjon, majd segítek! Ennek itt Spica neve. Vezérkutya. Úgy tűnik, ezt ő is tudja. Bah. Nem úgy néz ki, mint aki sokat tapasztalt már az életben. Nekem tetszik ez a kutya. Én attól félek, még soha életében nem látott havat. Remélem, megkedveli. Tényleg most látott először havat. Jobban teszed, ha megbarátkozol vele. Más nem igen találsz Alaszkában. Hozzatok még, fiú! Hát a jobb hátsó szöveg meglazul. Kisztisztál, majd meglátod, annyi pénzt vagyunk előtte, hogy olyan csuda boldogok leszünk, mint a világ. Erre tessék, hölgyek urak! Itt a jó forró fürdő! Erre, erre! Parancsoljon, asszonyom! Kérem! Uraim, csodálatos térképeim vannak. Nem kell. Eddig ismeretlen területek is vannak rajta, újonnan felfedezett aranylelőhely. Nem kell. Hát akkor mit szólna valami különlegességhez? A legrövidebb út Danson City felé. Jön el. Skegway nem változik.
Valahányszor itt jártam, azt kívántam, csak minél előbb tovább mehessek. Spitz! Hey! Ezzel a kutyával még sok bajunk lesz. Jó kutya vagy, mindjárt kapsz enni. Igazán szép kis csapatot szedett össze. Istentelen nehéz út lesz, ugye tudja? Mit gondol, miért kaptuk meg ezt a munkát? Senki nem akadt rajtunk kívül, aki vállalta volna ezt az utat Dawson Citybe. 500 mérföldön át csak a hó, nem irigylem. Arra nem gondoltak, hogy ott maradnak aranyat keresni? Nem. Megmondom magának, mi az, amit mi keresünk. Mi azt keresjük, aki az aranyat keresi. És mindent szállítunk neki, amit csak akar. Aha. Manapság ez a legbiztosabb pénz. Egyetek! Tenit ennek a... Tókoros Pics! Vissza te! Itt maradsz? Egy bestia az a Pics. Most nézhetünk másik kutya után. Még több is el kellene ennyi teherhez. Körülnézek egy kicsit. Szóval kutya. Kifelé. Jó napot. Vesek itt a számba. Jól van. Indulunk. Rendben. Köszönöm és jó utat. Nagy pillanat ez, Buck fiam. Gyerünk, indulás. Mehetünk! Indulás! Viszontlátásra! Sok szerencsét! Viszontlátásra! 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 Rakd már helyére a lábadat, hallod? Gyerünk! Rajta, Spitz! Gyerünk! Húzzad! Hely, az anyád! Igyekezz! Mozog már, Dolly!
Nagyon jó vásárt csináltunk. Ebből a szobakutyával. Há, jól húz, az már biztos. Na! Micsoda disznóság elhajszolni ezeket a szerencsétlen lovakat idáig. Embertelen dolog. Törődnek is vele. Várja őket az arany az út másik végén. Túl mély nekik a hó, nem bírnak menni. Nincs megállás az istenit! Ha itt ragadunk, fölzabálnak a farkasok! De így nem megy! Másképp kellene megpróbálni! Jól van, kössük ki őket a hámból, és vigyük fel egyenként! Na, mutasd! Jól odaragadt a jég a talpadhoz! Gyere, Spitz, gyere! Ügyes kutya vagy! Hallod? A futás, Nanuk! Tovább! Nesze! Buck nem akar enni. Még mindig húzza a lábát. Hé, hey, Buck! Nem kell a vacsorád? Na, így már más. Lássam csak. Fáj? Mit találtál ki neki? Azt gondoltam, hogy csinálok neki egy pár cipőt. Szüksége van rá, míg a talpa megedződik. Mégis csak újonc ez a fiú. Na, jól van. Már megint Spitz! Elfoglalt a Buck fekhelyét! Tűnésében! Takarodj a helyet! Ideje, Buck, hogy magad intézd a dolgaidat. Csak itt oda néz. Na, de ez nem lehet igaz. Az uraság a topánkáira vár. Jól van, te kis zöldfüli. Remélem, ezzel majd könnyebb lesz. Napnyugtával elérjük a hegy túloldalát. Ne álljatok meg, emberek, gyerünk! Nem bírom. Gyerünk! Nem hallom. A lábamat már nem érzed? Hallod, kelj, futat! Futat kérek a postaszánnak! Mozgás! Mikor jöttek el Skegvéből? 6 napja. Nem bírom. Mozgás, gyerünk! Gyerünk! Tovább, gyertek! Mennyivel könnyebb azoknak a szádnak? Mozog inkább, ne beszélj! Különben sose érünk oda. Nem bírom. Én nem bírom. Ne lazsálj, Spitz!
Itt letáborozunk éjszakára. Sajog minden porcikán. Úgy félúton lehetünk, azt hiszem. Sose hittem volna, hogy ennyi emberrel találkozunk ezen az istenverte helyen. Még nem tudják, milyen hiába való. Szegény ördögök. Hiszen nyugtalanok lesznek éjjel a kutyák. Megint kicsinált egyet. Már megint Spitz. Rajta, gyerünk! Indulás! Gyerünk! Gyorsabban! Futás! Szedjétek a lábatokat! Lassú vagy, Spitz! Mi ütött beléd ma reggel? Segítség! Jövök már, tartsd magad! Fogd ezt meg! Kapaszkodj! Gyerünk, ne állj meg, futás! Amíg meg nem száradsz. Tél közepén egy ilyen jeges fürdő után örülj, hogy élsz. Mozgás! Spitz! Spitz! Takarodj! Nyugass már! Egyet el! A szentség itt annak a vérszomjas természetednek. Buck, jobb, ha rajta tartod a szemed. Nem állok jót érte. Futás! Gyerünk! Úgy! Egyszerű! Hey, Buck, mi van veled? Mozgás! Mi a baj? Mitől ilyen nyugtalanok? Csak azt mondják, hogy elegük volt mára. Nekem is. Akkor itt ütünk tábort. Jól van. Spitz! Azonnal gyere vissza! Buck! Mi ütött beléjük? Megbolondultak? Sarki róka! Ah!
Bárki ezt most maga intézte el, de alaposan. Hát, várhatott volna, amíg elérjük Dawsont. Most aztán nincs vezérkutyánk. Oda néz! Ott a mi vezérkutyánk! Oh. Jobban húz, mint a régi! Oda néz! Oda le! Látod? Az ott már Dawson City! Hurrá! Akkor hát sikerült! Hadd fejezzem be! Na, álljon meg! Utat kérünk! Menjenek el az útból! Utat kérünk! Gyerünk! Na, még egy kicsit! Jól van! Konstantin őrmester, északnyugati rovas rendőrség beosztása rendőri főbíró, a város rendőrfőkapitánya. És egy személyben a bel- és külügyminisztere. Én John Thornton vagyok, az meg a Pete Schmidt, állami postaszállítók Skegway és Dawson között. Isten hozta önöket, uraim! Cimbora, hát megérkeztünk végre. 3 hónapja, mióta beállt a tél, egyedül maguknak sikerült eljutni ide. Hello. A fegyverüket el kell venni. Jó nap. Így rendeli Köszönjük. A törvény a mi városunkban. Köszönjük a fogadást. Fegyver nem lehet senkinél. Aki mégis meghal, az egyedül csak magára vethet. Kerüljenek beljebb, melegedjenek meg, igyanak egy kortyot, az embereim majd szétosztják a postát. Én John, én majd ellátom a kutyákat. Helyes. Szálljon bele rám, kisasszony! Hola! És milyen jó fogású boríték! Neked ilyen jön! Fúj! Na és hogy hívják a szeretőd a Calliope? Tudom, hogy hihetetlen, de a mama ír. Sally McLaughlin! Itt vagyok, jövök már! Igen, én vagyok az! Leusz! 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 Uram, adj el a kutyáit! A kutyáit! Nézze, ez itt arany! Aranyban fizetek! Na, tűnés! Rohadt csibészek! Nem csináltok virslit a kutyáimból. Mister! Mister! Bízza csak rám a kutyáit! Oké. Okay. Mikor indulnak vissza a Skegwaybe? Egy hétnél előbb semmiképpen. A kutyák már alig bírják. És rám is rám férne egy kis pihenés. Azzal tisztában van, hogy én nem tudok fizetni. Ott kapja meg a pénzét Skegwayben, ha már megtette vissza is az utat. Tudom. Így szól a szerződés. De adhatok egy hitellevelet, ha bármire szüksége lenne. Értesítenem kell a kormányt az itteni helyzetről. A készleteink rohamosan fogynak. A jelentés szerint több mint 100 000 ember van úton errefelé a világ legtávolabbi pontjairól. Ha nem állítják meg őket, mindannyian éhen vesznek. Köszönöm. Pont ez az, amire vágytam. Hol vannak a kutyák? Jó kezekben. Különben ezek itt... A kutyákat is fölzabálnák. Tehát mikor indulnak, Thornton? Válaszoljon. Hát jó. 3 nap múlva. A kutyák teljesen legyengültek. Ha most újra befognám őket, mind elpusztulnának. Nessek, abdel!
Persze. Jó napot. Ez itt Szez. Szez, Kecsi, meg Persson, személyesen. Enjenek csak, harapjanak valamit. És nézzenek körül itt mi nálunk. A kutyáknak majd én gondját is. De úgy vigyázzon rájuk, mint a szemefényére. Nagyon jó kis csapat. Hát persze. Neked mi bajod, pajtás? Szét akarsz nézni te is egy kicsit? Na jól van, akkor gyere. Viszlát! Nagyon jó, uraim! Egy-két! Honnan szalasztották ezt a sok embert? És jön a többi is, ne félj! Én mondom neked, Pete, ha ez az ígéret földje, én köszönöm, nem kérek belőle. Elés, mind a szeretek! Gyerünk, Pi. Bucknak azt hiszem igaza van. Jobb nagy ívben kerülni az idegeneket. Főleg az aranyországában. Jól van, John. Dobjunk be itt valamit. Üdvözlet a postásoknak. Jöjjenek be nyugodtan. Itt én vagyok a gazda, és nem csapok be senkit. Ami engem illet, én szívesen kipróbálnám. Látom, maga tudja, hogy mit akar. Na és a kutya? Hát, ha kedve tartja, ő is bejöhet. Bár ide általában csak két lábú állatok járnak. Na, jöjjenek! Szép urak, gyerünk most mindegyütt rajta! Rajta! Mit rendelhetek az uraknak? Whiskyt. Hé! Mert hogy nem volt benne részem már múlt hét óta. $1 vagy $2 adagot? Mi a különbség? Az ott mindig $1 iszik. Akkor én inkább a $2-osból kérek. 3-at kérünk. Ezt a szerencséjükre, hogy sok aranyat találjanak és meggazdagodjanak. Csak hogy én nem azért vagyok itt. Nem az aranyért. Nem az aranyért? Hát, ha ez így van, akkor maga az egyetlen ember ezen a vidéken, akinek helyén van az esze. Persze rajtam kívül. Ezek szerint jó társaságba kerültem. Black Burton hivatja. Az meg kicsoda? Az a fekete ruhás ott a sarokban. Vigyázzon vele. Biztos valami üzletet akar kötni. Talán később. Ő most akar beszélgetni. Azt szeretnék én is. De a kisasszonnyal. Nem hallotta? Kotródjon. Azt hiszem, most szerzett egy ellenséget magának. Az könnyen lehet. Alouette, gentil alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentil alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête. Je te plumerai la tête. Alouette, alouette, oh, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai le nez, je te plumerai le nez, et le nez, et le nez, et la tête. Marc, alouette, 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 oh. Je te plumerai la bouche, je te plumerai la bouche, et la bouche, et la bouche, et le nez, et le nez, et la tête, et la tête, alouette, alouette. Mondja, harap a kutyája. Csak amikor felbosszantják. Úgy hallom, indulnak vissza Skegvébe 3 nap. Így van. Van egy ajánlatom, Tom. Adja a fenébe a leveleket. Dolgozzon nekem. Szállítson inkább Szeszt. A viszki ára nem sokára $100 lesz üvegenként. A pezsgő pedig... Nem. Bocsánat.
Maga talán nem szereti a szeszt? Egy csöple nem menne a torkomon. Vagy én nem tetszem magának? Ugyan. Megveszem a kutyáit. A kutyák nem eladók. Jól van. De adnék egy jó tanácsot. Na és mi az? Calliope. Jobban teszi, ha nem legyeskedik körülötte. Kedveli a formás aranyrögökből készült ékszereket. De ez csak addig teheti, amíg egybe van a kocsmája. Az pedig csak addig van egybe, amíg én és a fiúk vigyázunk rá. Ért engem? Menjen innen, mister. Úgy látom, a kutyám nem szereti a szagát. Mit akart magától, Burton? Semmi különöset. Mi lenne, ha kipróbálnánk még egy adagot a maga híres $2 viszkijéből? Jöjjenek. Mi? Ja, hova megyünk? Itt vagyunk. Tessék. Fogja. 20. A többi pénzt majd akkor, amikor leszállították az árut. Helyes. Ez az fiúk! Akkor jöttem éjszakra. És a podgyászom kereken 500 ágymelegítő palack volt. Úgy gondoltam, a férfiak ágyat errefelé nincs, aki fölmelegítse. Eladtam nekik a palackokat $50 darabját. De jövő nyáron egy igazi hotelt szeretnék építetni. Legalább kétszinteset, forró víz folyna a csapokból. És damasztal és porcelánnal terítenik az ebédlőben. Finom ágynemű a szobákban, és kristálycsillárok. Tudja, Calliope, maga egyre jobban tetszik nekem. Nekem már elég volt. Visszaviszem Buckot és adok neki enni. Jól van, Pete. Majd megyek én is. Maradj csak nyugodtan. Jó éjszakát. Viszlát, Pete. Sok szerencsét. Na, gyere, Buck. Na, gyerünk be! Arra menj! Jé, cimbora! Akarsz egy kortyot? Jól felmelegít, a legfinomabb konyak a világon! Igazán? Lukasd, te tök! Segítség! Fogd meg! Holzozd el a kutyákat, és tűnjünk innen! Gyerünk, siess már! Igyekez, nem hallod! Bármikor itt lehet! Annyira azért nem sietős, csak még egy kortyocskát. Gyere, itt nem maradhatunk. Jó, van, ne rángasd. Gyere, Márta, részed disznó! Megyek, már megyek. Elvitték a kutyákat. Gyerünk már, lomha uskatögök. Feszítsd meg! Gyerünk! Gyorsabban! Népnép ostor kell ezeknek! Na! Ugyan már, ne nevettesse ki magát, Thornton. Amit mond, arra nincs semmi bizonyíték. Ez sajnos igaz, Thornton. Az a két kanadai az ő embere volt. Mára mindkettőnek nyoma veszett. Ugyanis tegnap elbocsátottam őket. Ittak. Az ilyenekben én nem bízom. Sajnálom, Thornton. Verekedésnek itt nincs helye. Bocsánat. Na de kérem! Jól van.
Tegyék ide le. Tessék, fogja. Viszlát. Egy nyavajász kutya sincs ebben a városban. Teljesen reménytelen a helyzet. Igazán sajnálom. A kutyáim már biztos félúton járnak azzal a két tolvajjal az Skagway felé. Ha még bírják egyáltalán erővel. A kutyáknak most már búcsút mondhatunk. De a pénznek is, ami a szerződésben nekünk járt volna. Nyugalom, fiúk. Inkább igyanak valamit. Nincs pénzünk itt arra. Ami engem illet, én a maradék pénzemen veszek egy sárkányt meg egy rostát. Kelj már föld. Hát, ha találunk aranyat. Ébredj már. A szentségét ugyanúgy sikerülhet nekünk is, mint bárki segítsen. Másnak. Próbáljuk Egy meg. Már haza. Sok szerencsét, pajtás. Na, ébredj. Ébresztő. Húzzad! Gyerünk az anyát, te lusta lomhatők! Gyorsabban! Nem hallod? Gyorsabban! És hol vágott ki az épületfát? A folyó mentén. És leúsztatom tavasszal, amikor megolvad a jég. Ne felejtsd el, Johnny. Az első szállítmány az enyém, az új szállodám. Csak készítsd elő a pénzt, mert ez szigorúan üzleti kapcsolat. Pokolian fogsz hiányozni. Mint egy a tenyerem. Csak egyszerűen ki kell szedni a földből. Én meg azt mondtam, hogy még a gyümölcs is aranygoldal a tákon. Mi fajtikám, meg Arkansasból jöttünk. Mi is megyünk vissza, amíg egy kocsiderék aranyat nem talált. Meglásd, gazdagok lesz. A csodamasinával megyek Dawson Citybe, ott sátrat verek, összeszedem a sok aranyat, és énekelve egészen hazáig karikázok, hurrá! Meg se válok odáig, hurrá! Szabad? Szabad lesz? Eloldom őket. Neki már úgysem lesz rájuk többé szüksége. Én viszont eladom őket. Ne. Gyerünk, rajta! Erre, erre, emberek! Ki akar kutyát venni? Eladók a kutyáim. Kutya árverés lesz. Nézzék csak. Íme eladom a kutyáimat. Erre, 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 emberek! Ki akar kutyát venni? Mercedes, várj! Megyek én is. Kutyavásár, emberek, kutyavásár! Hogy csonadom a kutyáimat? Hát ez meg mi? Majd én kiderítem. Mi lenne? Mit mondtál, Mercedes? Semmit, csak eszembe jutott valami. Mit szóltok az ötletemhez? Ha megvesszük a kutyuskákat, azonnal indulhatunk Dawson Citybe. Úgy érted, még tavasz előtt? Pontosan.
Hónapokkal előbb odaérünk, mint bárki ezek közül, és mindenkit lefőzünk. Na, mit szóltok az ötlethez? Ez a kislány aranyat ér. Én nem is tudom. Egyikünk sem ért valami sokat ezekhez a kutyákhoz. Ugyan. Szörnyű, ha az ember férje ilyen tutyimutyi. Még szerencsé, hogy itt az én bátyoskám. Te remekül értesz a kutyákhoz, ugye, hol? Aha. Legalábbis kiskorodban mindig volt otthon kutyád. Igen. Csak tessék, tessék, sorban, ide-ide, aki jó fogást akar. Igen, igen, itt jönnek a kutyák. Ez a legszerencsésebb nap az életükbe, higgyék el. Most felsorakoztatom önök előtt a legpompásabb kutyákat. Szabad? Csak erre, tessék, hölgyeim és uraim, kutyavásár, ma utoljára. Ilyen elnyű csapatot még nem láttam soha életemben. Több hús van egy szitakötő, mint ezeken. Vérzik a szívem, kedves barátaim, igen, igen. Vérzik a szívem, amiért becsmérlő szavakkal illették ezeket a pompás kutyákat. Igen, ez a vezéregyénisége az egész csapatnak. A vad sarkvidék szülötte, akit a jó Isten is arra teremtett, hogy dacolva hóval és szélviharral repítse a szám. Miket beszél össze-vissza? Hallod? Hát, én nem is tudom. Hallgass! Nincs ezeknek a kutyáknak semmi bajuk. Nincs. Egy kis pihenés rendbe hozza őket. Nekem elhihetik, 20 éve kereskedem szárhúzó kutyákkal. Na tessék, hallják a szakember szavát! Látod? Nem értette semmihez. Így van. Hölgyeim és uraim! Ki az első árajánlat? $200. Még hogy $200? Ó, drága asszonyom, maga ugye tréfál. Még hogy 200, teremtőm. Hiszen egyedül ez a nemes állat megéri ennek az összegnek a háromszoros árt. Akkor legyen mondjuk 1200. Na látja, asszonyom, ez már jobban hangzik. 1200 először. Adok értük $2000. 2000 amerikai dollár először. 2200. 2200 először. $2500. 2500 dollár. $2700. $2700, ez az gyönyörű. 2800 először. Charles, kérlek. Tessék. 3000 dollárra. De tovább nem megy. 3000 amerikai dollárért! A kucsmás szép asszony tulajdonába kerültek. Jaj, a kutyák! Hogy én szeretlek téged! Ugyan már! Maga meg mi a csodát bámul itt? Soha nem látott még szánt életében! Na hát, fiatal asszony! Elnézést! Csíros kis rakomány, amit itt maguk összehordtak. De én, ha maguknak volnék, azt a sütőt nem vinném magammal. Ha szabad kérdeznem, miért üti bele az orrát más dolgába? Bocsánat. Azt hiszik, menni fog? Miért nem enne? Ne is törődj ezekkel, drágám. Majd. Kész is vagyunk. Azt hiszem, indulhatunk. Gyerünk! Indulás! Na! Indulás! Csinálj már valamit! Azonnal. Jó kis kutya. Jó kis kutya. Á, lustadögök, ezek nem kis kutyák. Majd én megmutatom. Fölkelni! Fölkelni, lustadögök! Na! Nem, mintha egy szikrát is törődnék magukkal, csak a kutyák érdekében tanácsolom. Törjék ki a szánt a jégből, mert hiába ütik őket, így úgysem bírják. A szántalpak biztosan odafagytak. Gyere, hát az öregnek igaza van. Vesse neki a hátát az oldalának. Először jobbra, aztán balra gyomja, attól majd kimozdul. Próbáljuk meg. Itt a kalapja, kedveskedj! De hogyha tényleg el akarnak üti Dalton Citybe, én azt ajánlom, fogadják meg, amit ezek az emberek tanácsolnak. Ők tudják, mit beszélnek? Hát jó! Fogd meg ezeket! Itt van nektek! Még ez is! Mi az? Én nem akarok Dalton Citybe menni! Én nem akarok aranyat ásni! Aközben úgy kell kinézni, mint egy mosolynőnek! Mondd a fenébe! Menjünk már! Rajta! Állj föl, légy jó kutya, úgy, ez az. Rajta, fiúk! Gyerünk!
Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Így! Ja! Így! 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 Gyerünk, gyerünk! Ja! Ez az! Gyerünk! Ja! Gyerünk! Ah, teljesen elgémberedtem! Nem mehetnénk egy kicsit gyorsabban! Ha esetleg leszállnál, és te is gyalogolnál, akkor biztosan gyorsabban haladnánk! Gyerünk! Gyerünk! Nem jól csinálom! Rossz helyen fogod! Már nem állhatok itt egész éjszakban! Kapaszkodj már rá! Hogy lettek ilyen ügyetlenek! Tarts már, én nem látom! Hátát se tudtuk felverni! Na most aztán jól kinézünk! Ez egy erdetlen! Erősen te is! Erre fordulj! Lusta dögök! Most meg mi a baj? Ez így nem megy. Teljesen kimerültek szegények. Bírják már tovább. Álljatok föl! Ezzel meg mi történt? Gyerünk, bajtás, fölállni. Igazán hálás lennék, ha végre felkelnél onnan, és használnád a kényes kis lábacskáidat. Semmi értelme, hogy engem sérteges csak azért, mert nem tud bánni a kutyákkal. Most meg mit csinálsz? Mit csinálsz az Istenért? Nem! És mostantól kezdve te is gyalog jössz. Szállj le onnan és gyalogolj, mint ahogy mi is gyalogolunk. Na. Gyerünk! Gyerünk! Jó, fázom. Én is. Hallottátok ezt? Azt hiszem farkasok. Farkasok? Azok. Ott jönnek! Bocsáss, segíts! Kotroljatok innen! Azonnal bújj vissza, Mercedes! Bújj vissza! Bújj itt vissza. Vannak! Én tudom, hogy itt vannak. Megbújtak a fák között, és onnan lesnek ránk. Jaj! 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 Kotroljatok innen! Vigyázz! A szentséges úristen! Csukjuk be a sárkalapot! Elmentek már? Gyerünk! Na, még egy kicsit. Istenem! Én nem bírom tovább! Nem bírom! Ne! Ne! Eszetek el! Ne! Ne! Kérlek, ne! Ne! Kérlek! Nem Isten! Ne állj meg! Nappal nem támadnak meg! Mozgás, Mercedes, nincs megállás! Gyorsabban! Menj nekik az ostorral! Mindjárt oda mérnek! Várj, Mercedes! Várj! Tudj fel a fák közé! Mozgás! Jaj! Nem tudok! Nem bírok! Rajta! Indulás! Lapulj a földre! Menjünk! Meglátják, mindjárt jobban lesznek. Szerintem vissza kéne fordulnunk. Hosszabb lenne az út visszafelé, mint amennyi hátra van. Ez mi volt? Csak a jég. Ilyenkor kezd megolvadni. Ugyan, de hogy az lehetetlen. Én a maguk helyében nem vinném vásárra a bőrömet azon a jégen. Már az is nagy csoda, hogy idáig eljutottak. Te meg hová mész?
Mercedes! Tovább, Dawsonba! Nagyon köszönjük, amit értünk tett, uram. Mercedes, állj meg! Nem indulhatsz neki egyedül! Jöjjenek vissza! Ezek megőrültek. Várj, én visszahozom őket. Légy eszednél, fiú. Ne merjen így beszélni velem. És különben se kérdezte senki. Ha rámennek a jégre, mind ott maradnak. Tudom én magam, mit akar. A kutyáinkra fáj a foga. A kutyáinkat megkaparítani azt akarja. Állj fel! Felállni! Ha még egyszer megüti azt a kutyát, én megölöm. Menjen a felébe, semmi köze hozzá. Az enyém is akkor ütöm meg, amikor akarom. Négy vadállatot már úgyis a más világra küldtem ma reggel. Legfeljebb lelövök még egyet, mi az nekem? Akkor se akadályozhatja meg, hogy elmenjünk Dawson Citybe. Tőlem aztán mehetnek, ahová akarnak. De azt a kutyát ott nem viszik magukkal. Mennyit akar érte? Nem eladó. Na, fogja! Vágja el! Mondtam, hogy eszednél légy, fiú. Helyes. A kés pedig kérem ide. Ez az. Maga, rohadja meg! Álljon meg, hajra! Kosszoljon innen! Kerülj! Talán még se kellene tovább menni. De szegény öreg cimbora. Gyere, pajtikám. Enned is kell. Ez az. Hallod, ez aztán hűséges kutya. Igen. Én is azt hiszem, hogy az. Buck! Nyomjad! Gyere, öreg fiú! Hallod? Buck! Gyerünk! Húzzad! Erősebben! Gyerünk! Mi a bajod, Buck? Mit rángatsz? Mi a csuda ütött beléd? Mi történt? Johnny! Gyere! Gyere, kapaszkodj a karomba! Egybe vagy, pajtás? Buck! Hagyd már abba!
Jól van, elég már. Úgy látszik, emlékszik még, amikor Pete alatt beszakadt a jég, őt kergettem a tűzkerül, nehogy megfagyjon. Jó kutya ez. Ne félj, nem fogok megfázni, hiszen tavasz van. Különös állat. Egyrészt benne a kutya, és három rész az ember. Hát nélküle most nem lennék itt. Annyi szent. Vigyázz, jön a következő! Ma igazán jó napunk volt, nem? Kötözzék össze ott azokat is, és húzzák a partra. Jól van így? Nem. Vajon mi lehet velem? Becsaptam magamat egy egész dollárral. Nos, most, hogy már túl vagyunk az üzleti ügyeinken, talán arra is jut egy kis idő, hogy megcsókolj. Hello. Johnny! Kájópe! Isten hozott Pete! Isten hozott Pete! Pete öreg cimbora, Isten hozott újra mi nálunk. Hát Buck még honnan a csodából került elő? Mikor érkeztél? Tegnap éjjel. Kájópe, te napról napra szebb leszel. Te is ilyen lehetsz, ha itt nálunk töltöd a hosszú téli napokat. Megcsináltad a szerencsédet? Hát azt azért nem mondanám. Belebuktál? No, azért azt sem mondanám. Csak ne neves, ez pont elég ahhoz, hogy még egyszer nekiinduljak. És akkor aztán... Pete! Hello, öreg fiú! Kájófe, azokból az igaz gyöngyökből ítélve azt hiszem, te ismered a legjobb aranylelő helyet Dawsonban. És te ezt eddig nem tudtad? Ne tűnj el, Johnny, terveim vannak veled. Hello, pajtár! De jó, hogy újra itt van. Én nem tűnök el. Nekem is vannak terveim. Ami pedig a terveket illeti... Mondd, miért akarsz engem idő előtt tönkretenni? Gyere meg, moslak, kisbabám. Szeretnék alkalmazni egy pár építőmunkást és valakit, aki irányítja őket. Egy férfit, akiben teljesen megbízhatnék, és akit jól megfizetnék. Valakit, akinek nem még állandóan a talpa alatt a föld, és nem akar mindenáron aranyat találni, aki... Ha nem nyújtod le a hátamról teljesen a bőrt, akkor... Hoppá! Talán beszélhetünk róla. Figyelj, pajtás! Az összes fickó arrafelé megcsinálta a szerencsét. Én ugyan még nem ütöttem meg a főnyereményt, de legközelebb. Biztos, hogy nem kerül majd el a szerencse. Mert ugye így lesz, Teglis Charlie. Kelet felé kell menni. Ott vannak az indián aranybányák. Yeller Moon, így hívják. Yeller Moon. Már akkor is legendák keringtek a Yeller Moonról, amikor én idejöttem, annak pedig vagy 20 éve. Az indiánok terjesztették. A felesem igazt. Nem jól tudja, főnök. Figyelje rám. Az anyám Yakiti indián volt, és én mellette nőttem fel. Egyszer engem is elvittek a férfiak az aranybányába, vagy 15 napi járása volt kelet felé. A farong teli völgyben. Charlie, meg én megkeressük. Gyere velünk te is, pajtás. Ne, nekem más terveim vannak, azt hiszem építek egy szállodát. Hát jó. De ha meggondolnád magad. Minden jót, Pete. Holnap még itt vagyunk, ha akarsz, megtalálsz. Viszlát. A magamfajta magányos nő jobb, ha nagyon óvatos, és az én eszemen, uraim, nem fog túljárni senki. Amíg ilyen szép fejecskében hordja, az már szent igaz asszonyom. Thank you.
kérjél szépen. Az na, mi? Még! Add vissza! Na, rajta, kérjél! Add vissza! Na, kapd el! Hé! Kapd innen! Csakarodtatok! Azonnal fogják meg ezt a vadállatot! Gorolt a fejébe! Ne merj egy ujjal se hozzányúlni a kutyámhoz, Burton! Figyelmeztetlek! És titeket is mind! Máskor pedig viselkedj tisztességesen a hölggyel. Elkaplak én még téged. Elkaplak téged meg ezt a vérszomjas dögöt. Ha addig élek is, még találkozunk. Nem fogok elfutni. Gyerünk! Rajta, fiúk! Talán mégis jobb lenne. Csak egy vagy két hónapra. Ez az ember nagyon veszélyes. Meg is teszi, amit mond. Meg akar szabadulni tőlem? Addig nem fog nyugodni, amíg Buckot el nem pusztítja. Na és az én helyzetemet is megnehezítheti. Várjuk ki a végét. Hát nem akarod megérteni? Csak Burton engedélyével lehet alkoholt árusítani a városban. És nekem szükségem van erre az engedélyre, különben tönkre megyek. Az más. Az üzlet mindennél fontosabb. Ebben van még egy $2 adag. Buck! John! Ez a kutya most se lazsál. Még 3 dombot kell megmásznunk, és ott vagyunk. Gyerünk, nyomjuk, fiúk! Ez az! Húzzad! Jól van! Most ugorj be! Oké. Ez az! Ott van, a hegygerincen túl. Most már nagyon közel vagyunk. Csak még jön egy kis domb. Igaz? Igaz. Már 2 hete úton vagyunk, mégis mindig van egy következő domb. Mond, tudod te egyáltalán hova viszel minket? Nyugalom, fiúk, nyugalom. Én azt mondom, hogy verjük fel itt a sátrat, és nézzünk körül errefelé. Én pedig azt mondom, hogy nem állunk meg addig, amíg meg nem találjuk a jelölmont. A legjobb, ha pénzt dobunk fel. Ha fej itt maradunk, ha írás tovább megyünk. Jó lesz így? Oké, rendben van. Dobd fel, Charlie. Fej. Akkor hát maradunk. Igazad volt. Azt hiszem, tényleg hazudnak a régi indián legendák. Én nem is bánom különösképpen. Így van jól, John. Ne adjuk föl soha. Találunk mi még aranyat. Szavamra találunk. Egy ilyen jó cimbora mellett mi is hiányozna még az embernek. Ne nyugtalankodj, öreg fiú, nincs semmi baj. Csak a farkasok. Hey, ide nézzetek! Ide nézzetek, mit találtam! Hiszen ez arany! Arany! Ez bizony az! Sikerült! John, gyere ide! Mutasd meg neki! Hát mégis megtaláltuk! Ide nézd, mekkora darab! Most aztán tényleg gazdagok vagyunk!
bármelyik asszony megirigyelhetné, ahogy te bánsz ezzel a kutyával. Mert jobban lehet rá számítani, mint a legtöbb nőre, akit ismertem. Biuk, akkor hosszabb időre letáborozunk? Bizony, zsilipet építünk. Kimossuk ebből a folyóból, fiúk, az összes aranyat, ami csak van benne. Így van. Hol a pokolba kújtorog ez a kutya? Átkozott eső. Itt törjük magunkat már több, mint egy hónapja. És jó, ha annyi összejött, mint a körmem feketéje. Majd többet is találunk. Talán már holnap, vagy a jövő héten. Akkor aztán nem lesz gondunk, soha többé. Tényleg, hogy te ezt el is hiszed, Charlie. Mindenki gazdag akar lenni, Johnny. Nem sokára a hó is leesik. Mit akarsz ezzel mondani? Én kiszállok. Soha nem is voltál igazán benne. Elmegyek és megkeresem a kutyámat. De akár megtalálom, akár nem, én visszamegyek Dawsonba. Valahogy kedvem támad megint rendes ágyban aludni egy szép kristálycsilláros szobában. Johnny! Hey, Johnny! Teglis Charlie úgy döntött, hogy marad, amíg még bírja, vagy amíg be nem fagy a folyó. Hát semmi bajom sincs Teglis Charlie-val, de elképzeltem, hogy itt kellene a telet kihúznom. Na, akkor inkább megyek. Hello, pajtás. Isten hozott, Pete. Nézd csak oda! Hiszen ez Buck! A szentség itt neki! Buck! 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 Hát meg vagy nyomajás, hogy csavarogtál? Kiskutyám, Buck! Buck! Eljössz velem Dawsonba? Na gyere, gyere, öreg fiú! Ha nem a saját két szememmel látom, el se hinném. Egy farkas meg egy kutya. Oda néz, mit épített a mi kályopé. Gyere, fajtás, nézzük meg, hogy ugyanilyen szépe belülről is. Én előbb beváltom az aranyat. Jól van. Ahogy elnézem, szükségünk lesz rá. De még mennyire? Egészségetekre! Na, mi lesz? Gyerünk! Mit lustálkodtok? Rajd a zenét, fiatalember! Hát itt meg mi folyik? Gyerünk, nem emlák föl magad! Mi ütött ma belétek? Indulák, táncoljatok! Te gyere el még egyszer, hát ha most szerencséje lesz! Dobra, fiúk, vár a táncparket! Unatkoztak a szép lányok! Mennyire vártam már, hogy megmutathassam neked a szállodat? Gyerünk! Már azt hittem, örökre eltűntél. Nem, csak talán engem is elkapott kicsit az aranyláz. Na és most gazdag vagy. A lelkem is kidolgoztam a nyáron. Meg is kerestem vele, vagy $100. A régi kedves Csony. Gyertek, ezt most én állom. Mindenki a pulthoz. Megint itt van. Tartni. Úgy hiányoztál nekem, hogy... Na de, hagyjuk ezt. Még elbíznád magad. Ezt a te egészségedre. De szigorúan üzleti alapon. A régi kedves kárnyom. Gyertek már, hogy voltok, hát még egyszer ide bejönni? Békés szándékkal. Én nem keresem a bajt. Nem kell keresni, ott van mellette. Ez a kutya egy vérszomjas vadállat. Azonnal el kell pusztítani. Ismeritek a törvényt errefelé? Ez a kutya gyilkos. Megpróbált megölni engem.
Ez szemenszedett hazugság, és ezt te is jól tudod. Bizonyítani is tudom. Úgyhogy választhatsz. Vagy eltűnsz azonnal innen ezzel a döggel együtt, és soha többet nem teszed be ide a lábadat. Vagy beidéz a bíróság ezeknek az uraknak a személyében. Még hogy uraknak. Igen, igen, és uraknak. A helyzet világos, csak rá kell nézni. Rögtön látszik, hogy veszett. Uraim, álljunk csak meg, uraim. Ki képviseli a védelmet, uraim? Nincs rá szükség, az a kutya megtámadott. Értesíteni kell az őrmestert. Hozzon puskát. Én tárgyalást akarok. Tárgyalást? Azt hiszitek, hagyom, hogy egy rakás koszos csavargó üljön törvényt. A legjobb szán húzó kutya fölött, ami valaha is megfordult, ezen az istenverte helyen. Ez a kutya többet ér, mint bárki itt közületek részek tisztel. Álljunk csak meg, uram! Ezt a hangot nem tűrjük, uram! Csak semmi fértegetés, uram! Hol az a puska? Golyót a fejébe is kész! Már férfő viszont, uram! Ha tényleg olyan kiváló kutya ez, mint ami ennek állítja, uram, az bizony sokat javíthat a helyzetén. Még hogy kiváló, meghiszem azt. Bug bármikor elhúz egy szánt 500 fontnyi súllyal megrakva. Azt mondja, 500 font teherrel? Mégpedig álló helyzetből. Erre egy kutya sem képes. 100 yard távolságon. Sihetetlen. Tartsd a szád, Pete. Ha, csak blöffölnek. A helyzet világos. A kutyát le kell lőni. Pusztuljon az a dög. Ha jól értettem, itt valami vita támadt. Őrmester, ez az a kutya, amikről jelentést tettem. Tegye a dolgát. Ezt nevezik maguk tisztességes játéknak. Adjanak a kutyának is egy lehetőséget. A kis hölgynek igaza van, uram. Akkor hát legyen delfeny, uram. Ezt már én is szeretem, uram. Uraim, Thornton $1000 tesz arra, hogy a kutyának sikerül elhozni. Mi? Én nem fogadok. Hát persze, hogy nem. Ócska trükk, hogy megmentse ezt a dögöt. Rajta, Johnny. Valla! Hát jó. A tét $1000. Hallom a fogadást. De a valódi tét ennél sokkal nagyobb. Hát persze, hogy nagyobb. Ha a kutya gyöngének bizonyul, golyót kap a fejében, még pedig általam. De ha sikerül neki, eltűnsz ebből a városból. Egyszer is mindenkorra. Húzódjanak félre! Utat kérünk! Utat! Az annyi, mint 80-99, pontosan 100 yard, uram! Hagyj fel pontosan! Itt jelöljelek! Ez is megvan! Pontosan 500 font súlyú rakomány! Hagyj fel pontosan! Sok szerencsét, John! Mutasd meg nekik, Buck! Jöjjenek ide mind, akik a kutyára fogadtak! Minden készen van! Így van! Erre. Rendben. A kutya 2 percet kap arra, hogy kitörje a szánt. És elhúzza 100 yardon keresztül. Hogy kicsit is szeretsz. Felkészülni? Sok szerencsét, John. Légy ügyes, Buck. Rajta! Húzzad! Húzzad! Buck! Miért nem megy? Ez odafagyott. Teljesen odafagyott. Gyerünk, Buck! Húzzad! Húzzad, öreg fiú! Na, még egy kicsit! Húzd meg, Buck! Gyerünk, Buck! Meg 9! 1 perc van még hátra! Húzzad, Buck! Sikerült, öreg fiú! Sikerült, öreg fiú! Gyerünk, bajta! Gyerek, állj jobb! Gyerünk! Gyerünk! Na még egy kicsit! Húzzad a szentségit! Ügyes kutya, gyerünk, gyerünk! Húzzad! John! John! Kérlek, John! Gyerünk már! Menj tovább! Gyerünk! Húzzad! Johnny! Kicsit! Jól van!
Jól van, egy cimbora! Mifod a teljesítmény? Mifod a verseny? Mondok én magának valamit, uram. Adok a kutyáért 1500 dollárt, uram. Ha? Legyen 2000. De a szentségit. Nem, uram, ezt a kutyát nem kapja meg a világ összes aranyáért sem. És kotródjon el innen. Emelem poharam magukra, uram, és nagyszerű kutyájukra. Hát az úr hol késett? Vásároltam egy szánt, meg egy csapat jó kutyát. Ó, és megtudhatnám, hová a csodába készülsz? Minél messzebb ettől a várostól. Valahová, ahol aranyat találok. Hát te tényleg nem érted? Az egész azért volt, hogy itt maradj velem. Hogy megosszunk mindent. Üzlettársként. Nem lenne sok hasznod belőlem. Ha sikerül aranyat találnom, eleget ahhoz, hogy befektessem valamibe. Örökre itt hagyom ezt a helyet. Ha akarsz, velem jöhetsz te is. Elmehetnénk délre is. Vehetnénk egy farmot. Ennek a fickónak is szüksége van egy kis helyre, ahol szaladgálhat. Szép zöld fűre, ahol kedvére sütkérezhet a napon. Az élő istenre esküszöm. Nem hagyom, hogy koszos részek csavargók még egyszer mutatványos csináljanak belőle. Itt fogok rád várni, Johnny. A pokolba viszel, Johnny! Halló, tovább megyünk az kicsit! Gyerünk! Johnny, alszol? Nem. Mi baj van? Nekem nem tetszik ez a hely. Efé, majd jobban érzed magad, ha megtaláltuk a Jellermoont. Biztos, hogy megtaláljuk? Azt hiszed? Igen. Lehet, hogy Charlie rosszul emlékezett. Majd meglátjuk. Mi tőled egyszer ilyen fontos neked, hogy aranyat találjunk? Azt akarom, hogy tiszteljenek az emberek. Ahhoz meg pénz kell. Bucknak nem ez a véleménye. Egyáltalán nem. Mi baj a kutyának? Észrevett valamit? Mi az, fiú? Egy kaiba! Van ott valaki? Vajon ki lehetett ez? Ez a puska legalább 50 éves, ha nem öregen. Bárki lakott is, itt nagyon sietve távozott. Nem barátságos, hogy annyi szent. Olyan kísérteties. Lehet, hogy ő is a Jellermoont kereste.
pokolba tűntél? Buck, mit keresel ott lent a zsivány? Megtaláltam, Pitt. Ez a jelen. Csak ez lehet az. Nincs még egy ilyen hely Alaszkában. Nincs az egész istenverte világon. Megvan az életük legnagyobb fogása. Ezt tészd meg. Ezt talán még Calliope nyakán is jól mutatta. Láttál már életedben ekkora aranyat? Buck! Oké, Buck. Na, ez mit szólsz? Bajod van, Buck. Én nem látok ott semmit. Nyugodj meg, öreg fiú.
magyar hangok. Helyei László, Dörner György, Szabó Otto, Dobránszky Zoltán, Straub Dezső. Magyar szöveg Takácsi Gizella, hangmérnök Hargitai János, rendezőasszisztens Szalai Éva, vágó Kozma Mari, gyártásvezető Ozorai Katalin, szinkronrendező Mezei Éva. Forgalomba hozza a Moké. A szinkron a Pannonia Filmstúdióban készült.